I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Orr vagyok, és most be fogom mutatni ezt a kocsit, ami a Desaclair Gang Burrito névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Na hát akkor armor, fék, na az elejére van ilyen rács. Ez még legyen itt egy jó kérdés. Hát legyen ez az első. Na akkor első lakost, hát ezt csak elszínezni secondary színre, de nekem nem kell. Hátul szintén ugyanaz. Akkor motor. Na kipufogó. Hát van olyan, hogy egy kettes rakra van ez a négyes, ugye marad a kettő jobb oldalt, kettő. És van ugye oldalt. Viszont mindkét oldalt van. Hát legyen ez az utcsóhoz az oldalt. Na akkor ez a hűtőrács, ugye nem tudom mi változik az első, a második között. Legyen ez az utolsó. Akkor lámpa. Neon. Hát a neon az legyen mondjuk piros. Akkor a színe. Hát ez marad fekete. És a másik meg piros lesz, és a... Nem tudom, biztos az öreg eurókák azok ismerik a Super Csapat című sorozatot. Amúgy is hasonló volt a Verda. És erre csináljuk majd. Ez miért hátul mutatja, hogy előre rakja? Na spoiler! Ó, miért az is van, ez egy picit nagyon. Ez jöhet rá. Akkor leültetjük. Váltó, turbo. A felni marad alatt ez nem kérdés. És a gumi füst az legyen mondjuk. Legyen fekete. Na és akkor megyünk egy versenyre, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez a Verda. Na akkor itt is van a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Gang Burrito. De korábban mentem itt a Vapid minivannal, azzal, hogy 1.21.9-es kör tudtam menni. Hát ez majd meglátjuk, hogy mit is tudunk. Na, a gyorsulása jobbnak tűnik, mint annak az autónak volt. Maga az autónak az egész tempója jobbnak tűnik, mert ez egy kanyarodás. Na, ez kanyarba se csúszik meg, mint a másik. Szépen bekanyarodik. Összességében jobb autónak tűnik már most ez, mint az volt. Szépen tapad az útra. Nem csúszkál össze-vissza. És viszont a kanyarodási tempója az nem mondanám, hogy az igazi. Még gyorsulása meg a vérsebessége szerintem sokkal jobb. Mint onnan már annyita ugye a minivannak volt. Hát ez mérföldekkel jobb autóhoz képest, hogy ebben a Vans kategóriában. Ezt egyetemben ajánlom versenyre, ezt az autót, mert ez jól ment, ennek jó volt a tempó, és gyorsulás is jó volt. Vészsebesség is, kanyarodás, hát az a volt egy pici van, de nem volt önvészes. Ezt versenyre egyetemben ajánlom, ez jó autó. Viszont egyet mondom már ez a videó, ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, vagy kövess a Twitch-en. Facebook oldalon mi lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!